meg annyi állat földön is égen, megbújik rejtekén a nád sűrűjében. Békéjüket őrzi egy titokzatos nép, tudod-e, hogy kik azok? Ők a rendőr! Gyógyfüvek tudói, sebek gyógyítói, égi paripáik a nád tenger rúgói. Lengemesék, az ismeretlen gyógyító. Vilkó és Lile megérkezett az átfázott Pogival Harács tanyára. A szülők úgy megörültek elveszett kislányuknak, hogy eleinte észre sem vették, hogy két lenge gyerek hozta haza. A nagy hideg és hóesés miatt Vilkó és Lile kénytelen volt Pogiéknál tölteni az éjszakát, miközben a lenge katonák egész éjjel keresték őket. Hazatérésük után Rence Ervin mérgében egy hét szobafogságra ítélte őket. De jó volt ez a forró fürdő. Egészen átmelegedtem. Már csak azért aggódom, hogy... Jaj, veled meg mi történt? Fázom. Te lázas vagy. Látod, nem kellett volna levenned a kabátodat. De Pogi... Tudom. Bújj be a takaró alá. Főzök neked egy hárspateát. Tessék, így áll. Köszönöm. Tudod, az jár az eszemben, hogy Pogi is beteg, de neki nem jutott mézes gyógytea. Pedig nagy szüksége volna rá. Meg kellene látogatnunk. Jó, jó, de hogy? Ha nem lennénk szobafogságban, akkor sem engednének el. Na hát, Sisi, hogy kerülsz te ide? A kék cinegék minden télen visszatérnek. A hó alatt nem találunk magot, de a nátszálak belseje tele van lárvákkal. Egy darabig itt fogunk lakmározni. Az jó hír. Kérsz egy kis szotyit? Na-na, miért nyomod az ágyat? Beteg vagyok. Én még sosem voltam beteg. Van Harács tanyán egy kislány. Ő is nagyon megfázott. Szüksége volna egy kis mézre. Hát vigyünk neki. Lile... Nagy baj lesz, ha rájönnek, hogy megszöktél a szobafogságból. Nem jönnek rá. Igaza van Rence Ervinnek. Rossz hatással vagyok rád. Különben is. Csak térülünk, fordulunk. Másfél óra alatt megjárjuk. Részemről rendben? Gyorsan összeszedem a holmim. Járjatok szerencsével. Elfáradtál. Ezt neked hoztam. Hogy te milyen figyelmes vagy. Ki az? Lile vagyok. Pogihoz jöttem látogatóba. De jó, hogy eljöttél, kis csillagom. Nagyon beteg szegénykém. Hoztam kamillát, és hársfavirágot teának, meg egy csupor mézet. Ez pedig lándzsású tüfő oldat. Nagyon jó a köhögésre. Milyen az íze? Nem vészes. És ha szépen megiszod, kapsz mézes puszedlit is. Az anyukámmal sütöttem. Meghúztam a derekamat a cipegedésben. Most aztán hasogat. Akkor macska menta teát kellene innod, és beülni egy forró fűzfa kérekfürdőbe. Tudod jól, hogy nincs itthon se tea, se másmilyen gyógyszer. Ha Sisi vállalja, hogy fordul még egyet, küldök otthonról. Fűzfa kérget pedig szedhetsz a tóparton is. Nem is tudtam, hogy a füvek és a fák ilyen csodákra képesek. A tóparton rengeteg gyógynövény nő. Csak ismerni kell, melyik mire való. Minden betegségre van orvosság. A szomszéd Hecsedli bácsi évek óta gyomorégéssel küzd. Arra is van gyógytea? Persze.
Az ezer jófű és a benedekfű. Küldök abból is, jó? Édes csillagom, hogy te milyen jó vagy hozzánk! A gyógynövények azért vannak, hogy segítsenek a bajban. Így legalább volt értelme betakarítani és megszárítani őket. Gyere, Lile! Induljunk! Gyógyulj meg, Pogi! Köszönet mindenért, és üdvözöljük Vilkót! Lile és Sisi sikeresen visszatért Harács tanyáról, és szerencsére senki sem vette észre őket. Lile összeállított egy gyógynövénycsomagot, amit Sisi még aznap este elvitt Pogiékhoz. A Harácsoktól kapott néhány fenyőmagot, így szívesen vállalkozott még egy útra. Mert hogy közben Tokány testvérének megsérült a lába, és Lilétől kértek tanácsot, mit évők legyenek. Lile küldött utifüvet és farkasalmát, hogy azzal borogassák. Harács tanyán lassan híre ment, hogy Tokány egy ismeretlen gyógyító közbenjárásával minden betegségen segít. Ezért a hidegtől és koplalástól legyengült falubeliek mind felkeresték. Tokány nap mint nap újabb levelet küldött Lilének, aki kis csomagokat és a recepteket állított össze gyulladszemre, bőrkiltésre, izomfájásra, szemölcsre, epebajra. A Harácsok betartották az utasításokat, és csodák csodája, megszabadultak a sok kórságtól. A lengék ritkán betegek, ezért senkinek sem tűnt fel, hogy a kamrában felhalmozott gyógynövénykészlet igencsak leapadt. Mire letelt az egy hét szobafogság, Liléből észrevétlenül Harács tanya jóságos doktornénie vált.